székelyek nyugodtak voltak, nem gondoltak ők a porosz, francia, meg különféle háborúkra, 7 éves, meg 30 éves háborúra, és ki gondolta a császárnő alűrjeire, a felvilágosodás akkor volt divatba, és ő kitalálta, hogy a végeken ott a keleti Kárpátokon, ott a, írják össze a katonakorú férfiakat, és egyszerűen sorozzák be úgy katonának őket, mintha mindenki önkéntes akarna lenni. Ez a döntés volt az előzménye a székelygyilkosság néven is ismert tragikus eseményeknek. A székelyek jogaira hivatkozva ellenálltak a királynő felvetésének, ám a jogról és hagyományról hallani sem akaró császári vezetés erőszakkal válaszolt, és Madi falvát 1350 császári katona fogta körül, és fegyverrel mészárolta le azokat, akik a 4 órányi ágyúzás után még életben maradtak. A Madi falvi védegzés során közel 400 embert vesztette életét, ami az akkori lakosság közel 10%-át jelentette. Szalonkából azért ment a tömegnép Madi falvára, de azon ének hajnaláig senki se gondolt a halálra. A hajnali kakas szavát ágyúszó helyettesíti, kit a golyó el nem talált, megrémülve felébreszti. Minden lélek megpróbálta menekülni ki belőle, de a falu katonával 3 oldalról van kerítve. És a Bukov katonái olyan dühösek valának, aki menekült feléjek, élve még egyet se hagyának. Szegény székely árva népe, maga veszedelmét látva, sorsa nem tért javulásra, bújdosik a nagyvilágba. Ez egy nagyon komoly és fájó dolog volt, és ezt valahol értékelni kell, és azért kell rájuk emlékezni. Csak azt tudja értékelni a jelent, aki a múltat ismeri, és csak annak lesz jövőre, aki jövője, akire emlékeznek majd a fiatalok. Hát én úgy érzem, jó, nem az a 400 meghalt, mert én úgy tudom, hogy körülbelül 400-an haltak meg ott a veszedelem alkalmával, illetve annak a sebeibe, meg akik belefulladtak az oltba, meg elcsúsztak, meg minden. Hanem azok is, akik menekülés közben haltak meg az erdőben, megfagytak meg, akikről soha senki nem emlékezik meg. Tehát én úgy érzem, hogy akkor vagyunk, akkor csinálunk jót, hogyha megemlékezünk a bajba jutott, illetve az elesett, illetve értünk harcoló őseinkért, a saját jogainkért. Akkor ők a saját jogaikért harcoltak, és mi ezt tiszteletben tartjuk, illetve megőrizzük, hogy szabadságjogért mindig kell és illik harcolni. Szabadságjog része volt az, hogy nem kellett 3, 6, vagy 10 évig katonáskodni a saját költségükön, hanem csak akkor kellett katonáskodni, amikor jött az ellen. Tehát a saját költségükön mentek katonának, és életüket áldozták a határ, illetve a hazáért. A székelység feladata, hogy a történet ne vesszen el, és az utókor is pontosan értse, milyen hatása volt a Madi falván történteknek a bukovinai székelyek életére. Én mindig leírtam, és mondom is, hogy egy kicsit mi későn érő típusúak vagyunk, úgyhogy későn jön rá igazán az ember, hogy hova tartozik, és hogy mi a teendője. Mert van egy olyan mondás, hogy ha egyedül magadnak érsz, akkor nem sok értelme van az életednek, de viszont ha közösségbe kerülsz és másokért megpróbálsz élni, akkor megtalálod az élet értelmét. De csak akkor jó, hogyha együtt vagyunk és törődünk egymással, és akkor az is fontos, hogy akkor mégis megnézni, hogy régebben hogy volt. A Madi falu vérengzés hatására megmaradtak, elvándoroltak, és létrehozták az 5 települést, megteremtve ezzel a bukovinai székelységet. 1776 és 1785-86 körül alakult meg az utolsó falu, Józsefalva. Az meg azért, mert második József is volt ott, és ekéket, meg mezőgazdasági eszközöket ajándékozott az embereknek, úgyhogy tiszteletből lett. A másik két falu Hadik falva, meg András falva, az pedig a Hadik András tiszteletére nevezték el annak. A bukovinai székelység később tovább vándorolt, hogy azután 80 esztendővel ezelőtt Magyarországon végleg lakhelyet találjon magának.